folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk 8 óra után 11 perccel. Hello, szevasztok! Hello, hello, sziasztok! Drága hallgatók! Ha már egyébként, ha már időjárás meg éghajlatváltozás, éppen... Na, szomorkodjunk még egy. Ja, nem, csak postolosan brutális tájfun közeledik Tokió felé, veszélyben az olimpia. Tehát ugye erről beszéltünk 7 óra után, hogy azért itt mi várható a következő 30-40 évben, és éppen most olvasom, hogy itt milyen sportágaknak milyen versenyét és lebonyolítását kell átszervezni, mert hogy közben meg jön a rossz idő. Tokió felé érkezik a tájfun, mert hát már elkezdték átszervezni a szabadtéri sportokat. 3, 4, 5, 6 sportmászás azért azt én még szeretném látni, hogyha lehet. Jó, köszi. Köszi azt várja meg a tájfun. Megnéztem az érem táblát, nem vagyunk rossz helyen. 11. Magyarország. Jó, de voltunk már negyedikek is. Voltunk negyedikek is, így az van. Első nap első órájában, amikor Szilágyáron olimpiai bajnok lett. Jó az. Igen, vezettük az érem táblát, mikor először nyert, hamar jött az érem. Nekünk hamar jött nagyon, de akkor már voltak fönt, ugye. De azt hiszem a negyedik helyünk volt a legjobb, most 11. Annyi Franciaország van előttünk, mert nekik van egy nyomvat bronzuk, érted? Hát most na. Most arra kell, nem is lenne arra kell. Egyébként meg csak egy mondat erről az olimpiás sztoriról. Pont tegnap futottam bele egy cikkbe, este még így átlapoztam a újságokat, már a digitálisat, amely így kezdődött, hogy Ciki Katinka csak a, nem tudom, ötödik lett. Igen, ezt én is akartam kérdezni, hogy... Figyelj, ne írjál olyan, hogy... ezzel a lányjal? De nem most veszélyem, ez tök érthető. A ciki az nem jó szó, értem. Nem. Én nem írnék de olyat. De megszoktad az elmúlt 10 évvel, hogy a csaj úszik, ő kényeztetett el minket. És kijön egy aranyéremmel, úgyhogy igazából sehol senki mögötte. Csak hosszú másodpercig, már lement a sajtáj, már nyilatkozott, már hidratált, már evett kettőt, ezek még mindig úsznak. És beért a második. És ő már kettőt nyilatkozott, hármat fotózkodott, szinte már megy az érem átadása. És most azt olvasod, hogy ötödik, és úgy te nem érted, hogy ez nem az ő száma, te maradtál le valamiről? Ennyi idő eltelt, hogy ő már nem úszik jól, vagy történt valami, amiről nem tudsz? Én bennem ezek a gondolatmentek lezajlottak. Ez biztos nem az ő száma, biztos háton úszott, biztos... Rosszul ugrott be, biztos ez a 400 vegyes, de mit úszott, hogy vagy ez a darnisz, nem ez Egerszeg, ja nem, akkor 100 háton úszik. Érted? Nem ezeket a számokat szokta ő megnyerni mindig? Én sem tudom, hogy mi van benne. Nem a 400 vegyes az ő száma? De ezeket szokta megnyerni. Hát ki hozza az érmeket a tokiói olimpián, ha nem hosszú Katinka hozza az érmeket? Hát figyeljetek, és ami nekem vége van, tetszik, kiöregedett, elfáradt, ennyi volt? Figyelj, nem lenne meglepő. Úgyis ez, mint egy riposzt címlap. Nem lenne. Kiöregedett, vége elfáradt, van, elfáradt, ennyi volt. Figyelj, nem lenne meglepő azért, hosszú éveken keresztül, érted, 10-12, hogyha olimpiai ciklusokon beszélünk, akkor ilyen 4-8-12, vagy ebben az esetben most 13 éve keresztül is fenntartani, érted, egy olyan szintet, amiben mindig hozod. Igen, de ez olyan, mint amikor én műsort vezetek. Tudod, hogy bekapcsolod, tudod, hogy jó vagyok. Nem? És már hosszú ideje. Igen. Megnézel egy műsort, és tudod, hogy a Bali az, hogy jó lesz benne. És az jó benne. Bárhova nem, hogy olyan jó, és nem értik az emberek. Mi az? Zsűri rakják, ide rakják, pakolgatnak, mint egy öreg koffer, de valahogy még mindig, még oda nézed, az öreg még mindig jó. És 30 éve, nem 10 éve. És hogy megszoktad kivezetni, Bali, az biztos jó lesz, nem? Hosszú kapcsok, mit csinál, úszik, tuti arra. És nem vagy hozzászokva, hogy ötödik. És csak elgondolkozol rajta. De hogy a rádiózás hosszú, Katinkája, mondjuk ki. Így van. Nem, mert akkor már most csak ötödik lenne. Így van, már kicsit rövid vagy, és nem is, és nem is húzom olyan jól. Nem is szűzom olyan jól, viszont a Katinkára hallgatok. Igen. Szeretem a Katinkának szólni. És nézzétek meg a Nemzeti Sportnak a dicsőség tablóját, hogy ott például szerintetek van valamiféle tematikusság abban, hogy milyen fotókat raknak be az eredmények. Amit tehát, találnak. Hogy az ötödik helyezett Péni István és hosszú Katinka, a szemmel látható, nem örül az ötödik helyének. Tehát nézzétek meg a fotót, és látszik rajtuk, hogy kicsit morcos. Hogyha most őköt a harmadikok, másodikok, ne adj Isten, illetve adj Isten, aranyéresek, akkor van egy mosolygós kép, amit beraknak. Na akkor már húzom a párhuzamot megint. Aha. Ugye Sebestyén Balázs büntetést kapott a műsorára, milyen képet tesznek be? Szomorú képet tesznek be, mintha tényleg elszomorított volna, hogy valami. Igen, hogy csak ennyi. 74 éves Arankaléni az NMH-nál megbüntetett, ezt tudod, mintha rám rossz hatással lenne, és belaknak egy tényleg nagyon szomorú képet. 12 millió büntetés tavaly, és én elsírom magam, amikor meglátom magam, és azt úgy odabújnék hozzád, Balázs. Hát olyan szomorú vagy ezen a képen. Megölelgetném magam. Hadd segítsek, hát ne legyél ilyen szomorú. Az élet attól még szép. Ül a képszerkesztés, és a túl vidám. Nem jó. Mosolyog, nem elég szomorú. Mindjárt sír, megvan, ezt tedd be. És így az olvasó összeköt, hogy tényleg így elszomorodott szegény. Múltkor láttam magamról egy képet, hát mondom, hát mindjárt írok magamnak egy SMS-t, hogy
Nyugi, fel a fejjel. Fel a fejjel. Küldök magamnak egy SMS-t. Jó, de ami neked szomorúság, az másnak öröm, mert hogyha, ha te például büntetést kapsz, akkor iszol. Ha iszol, akkor a Móri pincészetek örülnek. Most már ezek a Móri pincészetek küldjenek már egy üvegszáraz pezsgőt. Most már tényleg küldjek el ezt az üvegszáraz. Üveg egy karton száraz pezsgőt. Most már szétpromoztuk a pezsgőjüket. Na jó, akkor azért még drukkoljunk Katinkának. Katinkának lehet még, és tényleg egy arany meg lesz, gyerekek. Egy arany meg lesz. Egy aranyat úszik. Na, itt van, tessék, te írod a riposztot, vagy mi van veled? Én. Hogy egy bronz meg lesz. És szerintetek ilyenkor, mint például a Péninél a Sidi, vagy a Katinkánál a Tussup, ilyenkor így örülnek, hogy na látod? Szerintem már például a Péninél a Sidi most örül. Ugye a nagy hát Sidi-Péni konfliktus. Igen. Vagy ugye a Tussup Katinka. Vagy ilyenkor Tussup szomorú, hogy Katinka nem úszik jól az olimpián, az első olimpiája a Tussup nélkül. Most azt mondja, hogy ha látod, ha én nem vagyok, akkor a Katinka sincs. Tehát van ebben egy ilyen szomorú vetület is, hogy vannak, akik nem örülnek annyira, hogy nem arany. Vagy akik örülnek annak, hogy az nem arany, ugye? Hát szerintem Sidi Péteré nincs boldogabb ember most. Nem, azt nem hiszem. Mi? Hát bemegy valakinek hát, valaki szobájába. Azután. Ezért belecsempészni valamit, érted, utána hát azért elmosolyodsz, mikor ötödik lesz a te nagy ellenfeled. Igen, csak csinálsz, hogy yes! Csak ő neki nincs semmi erről az olimpiáról, és nem is lesz. Hát te kinek jó. Pénének meg igen. Hát jó, okay. Na, és Pény előtt még azért ott van még az élet, ott van még egy nagyon komoly sportpályafutás, tehát hogy na. Mire ott is arra gondoltam, hogy biztos ez nem az ő száma. Mert én a Pény is olyan aranyes. Miért mit gondoltál? Mit tudom, hogy közelebb jön a... Hogy a ritmikus gimnasztikában indul? Igen, hogy mit eresgézik. Hát az jobban megy most. Nem erre gondolok, de hogy mit tudom én, 10 méteres távot lőtt talán, hogy van egy 8 méteres, 5 méteres, 16 méteres, tehát hogy ahogy Katinkának se a 400 vegyes, aztán rájöttem, hogy de. Aztán nem, mert ő volt a címvédő. Ő volt a címvédő. Oké, ez most nem sikerült, majd sikerülni fog a másik. Nincs baj, meg persze. Már annak, hát a világ ötödik legjobb idejét úszta. Itt van például a ma hajnali eredmények közül megszületett a magyar triatlósport legjobb olimpiai eredménye Bicsák Bence jóvoltából, ami egyébként egy hetedik hely. Ez a gyerek, soha senki nem ért el ilyet olimpián, sír úgy örül ennek, hogy ő hetedik lett. Tök szép. Érted? Hogy ennek azért kell örülni. Hát figyeljetek, a világon 6 ember figyeljetek, van, aki jobb nálad. Igen, de ugyanakkor meg azért visszagondolva, így van, mi magyarok azért egy ilyen nagy olimpia nemzet vagyunk, tehát hogy nálunk csak az olimpiai bajnokok azok, akik igazán nagyok. Tehát Európa bajnokból, világbajnokból, mindenféle világkupa győztesből tele van a padlás, iszonyú sok van. Az nem érdekel senkit, hogy ebbe egyébként egy életmunkája van benne, és hogy adott esetben mondjuk sportágokra lebontva. Hát de nyerjen olimpiát, meg menjen oda, az hozzon aranyat. Nálunk kit érdekel a bronz, kit érdekel az ezüst, kit érdekel, érted? Nekem tényleg nem érdekel a bronz. Az ezüstérme, és az mit csinált? Elbukta az aranyat. Így van, de én ezt így gondolom. A bronzérmes az odaért, az szerintem bronzérmes az jó. Most legyünk őszinték, általában ezt szokták az emberek nagy része, ezt gondolja, hogy hát szép. Igen, de jogos, hát nem értesz hozzá, nem tudod menni munka, most a díjugratásban egy magyar kislány ötödik lett, hát nem ráz a hideg. És lehet, hogy élete legnagyobb eredménye, hát ha megnyeri, akkor meg egy életre megjegyzem a nevét. Hát most ötödiket, tehát elbaktatott, ugrott kettőt a lóval, ötödik lett, Zakson. Hát most köszönöm szépen. Hát most így van. Nagyon örülünk neki, biztos szép eredmény, fingom nincs, hogy mi történt így vele. Van. De amikor olimpiai bajnok lesz, hát most ezt várod el, ha ehhez vagy hozzászokva, akkor egy kicsit csalódott vagy. És nyilván Katinkának az egy nagyon jó eredmény, hogy ötödik lett, mert hogy bedobnálunk hárman a medencébe, és úgy járnánk, mint Erik az angolna, érted, már zárnák a medencét, mi még mindig úsznánk. Féltávon. De hogy ugyanakkor én meg azt gondolom, hogy hát akkor már hozzon már egy aranyat. Hát nem vagy azért, mert demagóg vagy, hanem mert valahogy tőle ezt szoktad meg. Katinkának ez az olimpia, a Katinka wundersönnye, ahogy írják. Mindenkinek kell egy ilyen gyerek. 2020 Katinka tokiai wundersönnye. Elküldték nekünk többen. Köszönjük szépen. Igen. Na minden, lesz azért itt még gyerekek. Kik az éremesélyeségünk, segítsenek a pólósaink? Nem tudom, hogy állnak. Nem jól. Kitől várunk aranyat? Ki az, aki még nekünk aranyat nyerhet? Cselgáncs, kajakkenu, az egy sikersport. Szegény Csernovickévi is kiesett. Kajakkenuban odaérünk, oda szoktunk. Nem? Kajakban ott lesz. Vízilabda, kajakkenu, birkozás. Nem nagyon vágom ezeket a 100%-ig lébecolós sportokat. Hogy egyébként női kajakkenuban lesz. Igen? De ott mindig van. Lesz. Kőbári talán hát, van. Igen. Kőbári tatovár még valamit? Gyorsan kiutazik. Igen. De nem ezek a nagy sikersportok. Az úszás, a kajakkenu, a
vízilabda, vívás, régebben a birkózás, olimpián, labdarúgás. Van, hogy nem volna. Ja, igen, és jók is vagyunk, ugye? Igen, egyébként ott nagyon szépen teljesítettük. Mi jók vagyunk, igen. Igen? Igen. Na. Olimpiai szinten. Menő. Akkor hátha. Igen. Na, megnéztétek a BK utolsó részét, gyerekek? Nem, senki nem látta? Te sem utaztad el, Anna? Hát senki nem. Nem volt egy ilyen össznépi megnézés, hogy mi történik? Elbúcsúztunk Magyarországon. Én azt gondoltam, hogy úgyis annyira fogják nézni, hogy én nem tudom már, nem férek oda. Neked már nem ér el a készülékig a jel, mi? Azt olvastam valami hozzá nem értő TV kommentátor, hogy nem lett nézettebb, de nem láttam a nézettséget, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani, meg kell nézni, de AMR-sel egy csomó számadat van, hogy többen nézték egyébként, mint amennyien általában nézték a Barátok Közt, tehát, hogy mégiscsak azért ez egy ilyen nagy befejező rész. De hogy valami álmot kevertek bele, olvastátok, hogy fölébred. Fel is volt hype-olva az egész, voltak mindenféle ilyen kísérő műsorok, ahol egykori meg jelenlegi Barátok Közt szereplők vezették a műsort, olyat láttam. Már nem láttam volna, és igen. És általában elköltözött mindenki mindenhova, és minden, mivel új élet vár rád, ez ugye a dal cím, ezért mindenkinek lezárták a saját fejezetét, a saját történetét a sorozaton belül. Én nem láttam, csak olvastam én elmézést, meg akartam aznap nézni. És ott egész nap készültél, majd jött a pezsgő, és hús! Igen. Jött a pezsgő, hétkor megintunk, és kilenckor már feküdtem. Hús! És kilenckor már feküdtem egy másik stégen. Település, vagy így, mit tudom én, Vili bácsi, arra aranyalkony, szeretett otthon, vagy tehát így ilyenek? 23 évet lezártak, de most ironikus vagy egyébként. Berényi Miklós felébredt a kómából. Tudtuk, hogy kómában nem. Van? Én tudtam, a legutóbbi beszélgetésünk alapján tudtam, hogy ott valami most innen. De várj, ő a Szőke Zoli, ugye a Szőke Zoli? Hát, indult a sorozat. Évek óta. Na de nem így indult a sorozat, hogy ő valami balesetet szenved, vagy lelövik, és azért került ő kómába? Gyorsan mondja már el nekünk egy hallgató ezt röviden, csörögjön be. Hogy zárták le? Állítólag Gizi Londonba ment, Novák Laci Las Vegasba költözött. A, mit csinálod, nekem Laci? Mindegy, csak csörögjünk rá Barta Izabellát. Kiderült, hogy Barta Zsolt életben van, és visszajött Alizért, aki a lányával együtt meg is szökött vele. Azt tehát ezt a szálat is lezárták. Na most már én itt bajba voltam, hogy a Barta már meghalt. Gigi és Olivér összeállt. Barta meghalt. Mikor? Honnan? Most úgy mondod, meghalt. Mint ezt tudnám. Jézus Isten, nem tudjátok, hát hogy őszintén részletem a családnak. Nem küldtük koszorút. A Berényi Miki. Igen. Igen. Ő pedig. Valaki mondja hibba, egy hallgatót adjuk már egy gyorsan. Tényleg legyen már valaki, aki elkezd. Mondjátok, a dologban. Két mondatban mondjátok el. A Berényi Miki. Igen. Ő a sorozat elején kómába kerül. Mi az, hogy felébredt a kómából? Hát akkor hát benne volt. Ja, várjál, tudom mi. Hát valószínűleg, amikor kiírták a Szőke Zolit a sorozatból, igen. Akkor a Berényit kómába tették. Igen. Aha, és így, akkor most erre visszahívták és el így egyre. Ment át a TV2 táncolni, vagy zsűrizni, aha. Vagy énekelni, vagy nem hogy tudom mit csinálni. Hogy addig kómában van. Hogy addig ő kómában van. És időnként bevágtak róla ilyen képeket, hogy... Hogy kómában van. És lóg valami a szájából. Nem, hát ott úgy kiírták. Kvázi, hogy a Barta Zsoltot megölték. De kómába, hogy? Ha esetleg reaktiválják, akkor azért még mindig legyen egy jó ébredés. Mert hogy ez nem kóma volt, hanem koalma lambada. Koalma. Koalma. Koalma lambada. Ez a koalma lambada. Koalma lambada. És akkor ő felébredt a kómából kvázi, érted? Persze, mert hogyha mondjuk egy ipari privatú berendezésben... És az egészet álmodta a kómában? És az egészet, de akkor ez ilyen kicsit dallaszos véget ugyanaz, ér. Ugyanaz, ahogy nem, Bobby, ahogy Bobby. Felébredt, mert hogy Pamela álmodta, hogy Bobby meghalt, és ott Bobby kilépett a zuhanyzóból. Így van, az így megvan? Van. Itt tervezték azt, hogy Fodorzsóka lép ki majd a zuhanyzóból, de aztán úgy döntöttek, hogy az... Felvették a jelentet, de mondták, hogy ezt hogy nem ez, merik adásba rakni. Hogy ez azért picit sok nekünk is, mert nyitottak vagyunk mindenre, egy nagyon liberális gondolkodás, hogy tévé vagyunk, de hát azért nem. Léci, ne spoilerezzetek, ma kezdem az első évet. Na, akkor nyugodtan elmondhatjuk, mert mire a végére érsz, elfelejted. Igen, Berényi felébredt a kómábú. Kómábú. Felébredt a kómábú. Aha, tehát, hogy érted? Néztem Miki, évek óta kómában volt, a végén felébredt, de frissebb volt, mint aki napi 10 órát alszik. És akkor tulajdonképpen így minden, ami a kóma alatt történt, az idézőjelbe kerül. Ne. Valaki csörögjön hát már, mondja már most nekünk. Az a vége, hogy a Miki felébred a kómából. De a Miki felébred a kómából, de attól még minden megtörtént. Ez nem az történt, hogy most a Miki álmodta ezt az egészet. Aha. És csak ő közbefekült, világos. Igen, és persze, és a Miki felébredt, és akkor rájött, hogy valójában ő egyébként a Jobban-Rosszban sorozat tagja volt. Nem is a Barátok Közt. Mi történt a Gézával? Gézával? Ő a német Kristóf. Őt igen. Is kiírták. Hát, ő hogy jött vissza? Hogy ő is bejízik, ahogy látom. De szerintem ja, ez hogy, tök menő, ja, hogy mindenkinek adtak egy elköszönést. Tehát, hogy meghalt,
És akkor visszajött Magdi anyus is megjelent? Igen. Igen, a szellem a trágyánál. De az egy régi sztori, a szellem. Igen. Szellemként ő már visszatért. Te vissza? Aha. Konkrétan amúgy tényleg így volt, néha bevágtak a Mikiről kórházban fekvő jeleneteket. Igen. Érted? Tehát miközben ő már a TV2 nyomult, mi a közben azért így még felvettek előre egy-két jelenetet. Ja, ahogy egy ápoló mondjuk a kis szekrényében turkál. Oh, igen, hogy elveszik az ivólevét, elveszik a telefonját, kifosztják a pénztárcáját, elveszik a mackó sajtját, a párizsit. Belebrunyálnak a barackbefőtbe. És akkor, de ez egyébként milyen szép, hogy minden nagy szereplőnek adtak egy ilyen elbúcsúzást. Kiírt, meghalt, átigazolt, TV2 által lenyúlt. Még ők is visszajöhettek. Mindenki elbúcsúzott még. Berényi Kft-t állítólag Mészáros Lőrinc Kft. Vette meg. Ne, a Mészáros és Mészáros felvásárolta a Berényi Kft-t. Nem egy leányvállalat. Tett egy komoly vételi ajánlatot. És utolsó nagy mondatok voltak? Azt írják már meg a hallgatók, hogy úgy, mint annak idején a Szomszédokban minden. Te se nézted annak. Könnyes szemmel, bebőgve, egy üveg Skumanda peskővel. Nem nézted? Szégyeltem magam, de nem néztem. Viszont Csekka nagyon-nagyon cuki posztot tett ki. De jó. Ugye, ő elköszön, ja, hogy Bokros. Azt hittem, mondott, hogy nézzem meg, hogy igen. Bokros Gizella, és ott lógnak a kis ruhái, ül a utolsó fotó a Rózsa Presszó előtti kis lépcsőn. Olyan aranyos posztot tett ki a Csekka. Aznap akartam kiírni egyet én is egyébként, képzeljétek el. Végre hogy ne, igen, hogy köszönöm szépen, igen, hogy a bajjátok. Nem, hogy mégis az RTL. Inkább tegyetek monoszkópot, bármi jobb. Nem, hanem hogy mi mekkora eredmény. Gratulálok a készítőknek. Tényleg ma van az utolsó rész. Gyerekek, azért ez egy nagy sztori. Aztán mondom, valószínűleg berúgtam, és már nem írtam ki. Nagy volt a kísértés, hogy inkább egy szápos naplementés legyen, vagy ez is aztán inkább az. Viki inkább elvette a telefont, igen, hogy nehogy kiírjam. Délelőtt mondtam is a Vikinek, hogy ne felejtsd el. Ma van is gondoltam, hogy egy ilyen gratuláló posztot az egész stábnak. Én, mint RTL-es, tudod? Mert azért ez egy menő dolog, hogy ennek így van vége. Aztán persze nem írtam, mert hülye vagyok, elfelejtettem. De hogy tök jó, akkor a Csekka is ezt kiírta. Jó. Igen. Szegény vele most mi lesz? Tudjuk? Hát azért neki van. Biztos, persze. Volt egy monológ a végén, Rékasi hangjával, az nagyon szépre sikerült. A Rékasi a végén mondott egy monológot. Nem. Vissza fogom nézni. Igen. Azt hallgassuk majd meg. De hát a fenn van a YouTube-on. Hát miért ne hallgassuk meg? Hát miért ne kíváncsi értelmes vagyok? Volt. Tessék? Persze. Mert erről fordul mostanában, hogy valami van. Ja, tehát egy kis izgalmas, igen. Igen. Na mindegy. Na, nézzünk már bele az utolsó jelenetbe. Hát jó, fönn van már valamilyen videó megosztom, bele tudunk nézni. Biztos, hogy az RTL mostan vagy valahol fönn van. Csak a vége monológot hallgassuk meg, kíváncsi vagyok. Valami esküvő is volt. Állítok Bőnbácsi mondott egy latin idézetet még a végére, igen, hogy minden jó, a vége jó. Igen, Kertész Gézát elfelejtették a mai napig a Csillagban ülő, nem tudott kijönni. De durva. Ja, Istenem, hát ezt is megértük, gyerekek. Ma már nincs barátok de közt. De aranyos. Ez tényleg megható, ez a check-up, az 74 like. De ez hogy tetsz ilyen rohadék? Na, jövünk a hírek után mindjárt. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elbúcsúztattuk ugye a barátok között. Itt sok kis apró hírről beszélgetünk, amit a két hét alatt történt tulajdonképpen, és hát egy ikonikusan indult, aztán egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak elfáradt sorozatocska végére ért. Stabilizálódott. Július 17-én ugye szombaton volt az utolsó rész, és hallgatói segítségével próbáltuk kibogózni, hogy ért véget. És hát nagyon sok hallgatónk írt, képzeljétek el, hogy van, aki sírt, van, aki végignézte, van, akit a hidegrázott, van, aki az elejétől nézte, van, aki szomorú, van, aki azóta szomorú, van, aki azóta vidám, van, aki látta. Én picit csalódott voltam, mert arra számítottam, hogy így egy közös zuhajzós jelent erejéig az összes Tildát visszahozzák például. Aztán, na,
Azt tudod, hogy Tildát úgy cserélték, hogy Tilda bement a szobába, és Tilda kijött a szobába. Minden idők legarcátlanabb és legjobb cseréje volt egyébként. Bement a Tilda, és kijött a Tilda. Így van. Így cserélték, ugye? Valamelyikről, valamelyikre. De a színészek olyan profik voltak, hogy ezt nem kommentálták, hogy hát te ki vagy. Nem. Ez így nem volt benne. Szemutat magam, mit keres a kis szobába, vagy ilyesmi. Még Vili bácsi sem nyalta meg a száját. Igen, tök jó lenne, leforgattak volna még egy olyan részt, hogy de csak ilyen kis híradó közé, fókusz, tudod így, mit tudom én, a házasodnak gazda közé, ahogy a Novák így megy így a rózsapereszőre, és csak ha-hó. Van itt valaki? Van itt vagytok? Ha-hó, és még egy fény. Srácok. Ez így menne, tudod, hogy a legszerencsétlebb karakter. Ha-hó, itt vagytok? És egy három másod, egy bolyong a rózsa körül. Ott a nem tudom. Istenem, mi történt? Itt vagytok? Mindenkit elvitt a Covid. Ha-hó, mindannyian elmentetek, tudod? Hát ő volt a leglükébb a sorozatban, nem? Ő volt a hülye. És mégis az első perctől kezdve az utolsóig ő volt benne. Ő, igen. Hát persze. Szóval ki is a hülye? Igen. Itt van Adél, aki azt írta nekünk, hogy ő konkrétan sírt azon, vagy legalábbis olyan szomorú volt. Hello Adél, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Te is a sírós SMS-t vagy Viber üzenetet küldted nekünk, hogy az elétől kézzel, vagy te mást üzentél? Én nem, én más üzentem, én kiskorom óta néztem a barátok között. Te vagy a kiskorod óta néző. Igen. Úgyhogy szívesen válaszolok, hogyha... Hány évesen kezdted el? Hány éves voltál, amikor elkezdted? Egy. Ne kamuzzál már. Tényleg, most 24 éves vagyok. De barátok közre szoptál. Többen is. Egy éves volt, bocsánat. Barátok közre szopott. Hát jobb, mint hogy a barátok. Semmi ronda nincs benne. Egy éves volt, és szopott. És az anyukája fogta, és miközben aludta. A közben Adél barátok közre szopott. Mondjuk ez velük is előfordul. Igen, mi cicisztünk. És mi az első emléked? Vagy akkor te ezen szocializálódtál? Hát ezen hány éves vagy most? 24. Na de mikortól fogtad fel, hogy te nézel is valamit, és nem pedig csak ott őrűzben egy járókában is nézel ki a fejedből? Hát igazából nagyon sok régi két emlékszem a sorozatból, még amikor Mikinek hosszú haja volt, meg a Zsolt is sokat. Arra már ő sem emlékszem. De ez milyen durva? Sok minden rémi. Hogy valaki egy évesen kezdte nézni, és hány éves, hogy most 24. Tehát felnőtt ember lesz belőle. Egész életedet tulajdonképpen végigkísérte. Igen. Ez olyan, mint a 70-es generációnak a Szomszédok. Ugye, mikor volt egy évesen kezdte nézni, Taki bácsi Ladáját, igen. De az sem ment ilyen sokáig, az 8 vagy 9 évig ment. Tehát hogy ez ennél is hosszabb. Figyelj, emlékszel még olyan részre, amikor a Novák Laci nem volt modoros, vagy nem volt ilyen? Szerintem nem volt. Hogy lett vége? Megható volt? Szép volt? Szerintem nagyon szép volt. Ikonikus jelenet volt a végén, hogy mindenki ott volt, hogy rózsafestőben, ami az elejétől fogva jelen volt a helyszínen. Úgyhogy így végre egy utolsó jelenet, amikor az egész csapat egybe volt még. De már olyanok is, akik már nem voltak benne? Vagy azokat is visszétek, akik közben leadták a szerepüket, vagy meghaltak, vagy kiírták őket a sorozatból, tehát mindenki visszajött? Nem, sajnos ez nem. Viszont egy pár résztel ezelőtt visszajött Géza, Mónika, akik ugye az eleje fele voltak benn, illetve akik a Jánzokat a játszik színésznő, ugye ő Fili bácsi három gyermeke, és visszajöttek, mert hívás napjára. Igen, itt közben írja egy hallgató, hogy Hoffer Misi is visszaért, és a forgatásról egyenesen a Pride-ra ment. De gonoszak vagytok. Eljött az új barátjával. És a homofób apjával. Körbevezette. Igen, de állítólag a kamerák mögött Körfiesi Zsolt nagyon megverte, mert ő volt ugye a homofób apuka, igen. Figyelj, és mi volt a Rékasi monológ a végén, Adél? Mit mondott, vagy miről beszélt? Rékasi, vagyis hát ugye Bartos volt éppen búcsúzott a fiától, ugyanis egy olyan ügybe keveredett, amiért eljátszotta, hogy meghalt, és sajnos el kellett bújdosnia, viszont a barátnője Aliz rájött, hogy életben van, és így találkoztak, és Aliz úgy döntött, hogy elmegy vele bárhova is megy, illetve viszi a lányát is. És akkor ugye a fiától akart elköszönni Zsolt, és lényegében azt mondta, hogy ez nem egy vég, hanem egy kezdet, és hogy ha vannak barátai, akkor sose lesz egyedül, reméli, hogy még fognak valaha találkozni. Lényegében a barátságról, meg a családról mondott el egy ilyen utolsó monológot. Azt a mindenit, de várj, akkor ő róla úgy tudta, tehát ő meghalasztották, és most kiderült, hogy akkor nem meghal. Nem, a Barta nem volt kómában. Barta nem volt, hogy szőke volt kómában? Szőke volt kómában. Játszott, hogy meghal. Nem a Barta, hanem a szőke. Igen, tehát akkor ő elmenekült, tehát akkor a Barta Zsoltot így hozták vissza, de akkor ő nem halt meg tulajdonképpen. Aha. Nem, ő nem. Csak
csak eljátszotta. Pedig néha nekem úgy tűnt így a monológiai alapján, hogy ő van kómában. Csak a Berényi tényleg kómában volt? Berényi, igen, még annó bekerült 7 éve a börtönben, mert ez oké, ezt tudjuk, igen, mert átment a TV2-höz, világos. Igen, őt kiírták. Volt valami probléma az agyával, és akkor kómába került a börtönben, de közben őt tisztázták, hogy nem ő volt a gyújtogató, viszont ugye a kóma maradt. Aha, ja, és akkor ott fölébredt úgy, hogy körbeállták az ágyat, csipogott, majd fölült. Rúgdosták egy kicsit nem, az ágyat. Nem, teljesen. Miki? Nem? Nem, a Cimike ment be hozzá, hogy elköszönjön tőle a lánya, hogy elengedje ezt a stresszt, viszont amikor így hátat fordított neki, és Nóra a karjaiban zokogott, akkor a Berényi megszólalt a háttérből, hogy miért sírsz. Még mindig milyen jó segged van. Ketten már húzták ki a lélegeztetőt a konnektorból, egy valaki már vitte át nekel a másik osztályon. És akkor azt mondta, hogy ne vidd el. Vették ki a fénycsövet. Igen, tették le a nagylábújára a cetlit, és azt mondták, hogy nem, akkor fölül. És figyelj, olyan igazán drámai jelent, mert engem mindig egyébként az egész sorozatból Vili bácsi érdekelt a legjobban, hogy olyan nagy drámai jelent, hogy már kint állnak a cuccaikkal az utcán, mert lejárt a kilakoltatási moratóriumos végig. Tehát nem volt? Mi lett Vili bácsival? Vili bácsik ott voltak az esküvőn, ami a kávézóban rendeztek. És mi ott maradt gondnoknak? Vagy mit? Igen, ő ott maradt. Ő viszont ugye távol volt a sorozattól pár hónapig a vírus helyzet. De aztán most visszakerült. Illetve volt egy durva rész, amikor Magdi néni az arcára ült, Magdi, de ezt nem merték adásba tenni. Igen, és így búcsúztak ezzel. És nagyon fészkelődött, mert aznap nem borotválkozott Vili bácsi. Hát nem olyan rég, Magdi Ányos is benne volt még egy pár évvel ezelőtt. Őt is visszahozták? Hát ő lezuhant a lépcsőn. Igen, volt két jelenet, amit végül kiderült, hogy a Nóra álmodott, hogy mi lett volna, hogyha Magdi Ányos akkor nem lehajol a galacsinél, hanem lerúgja, és hogyha életben marad. Ja, és akkor ő, és akkor visz, de mint szellem jelent meg, vagy mint Magdi Anyus besétált a presszó? Hát de meghalt, hát leesett. Csak egy álom, de cukik, tehát visszahozták Fodor Zsókát úgy, hogy valaki álmodott Magdi Anyussal. Uh-huh. Igen, Nóra. Nóra álmodott, igen. És akkor a kis fejpántban, a kis konyharuhájában, vagy otthonka, vagy mi az, abban ő ott belibegett az álomban. Besárgult pendejében. Igen, így van. És tehát lerúgta a galacsint, tehát lerúgta volna a galacsint, és nem lehajol érte. És mi történt volna? Igen. Két lépcsőfordulva, arrébb megint jön egy galacsin, és akkor... Nem, ott csak éppen Vili bácsi gázszerrel, csak rossz irányba tárja a csapot, nem. És rágy volt. Csak közelem a Novák Laci keresztbe betol egy partvisnyi. Figyelj, Adél, és volt egy szomorúság? Tehát így lemegy a vége főcím, te ott ülsz, és valami elfogy, valami kiürül? Van egy szomorúság az emberben? Vagy egy ilyen rossz érzés, vagy mint a Truman Show-ba az ember kapcsol egyet, átmegy egy másik csatornára, és mintha az élet menne tovább ugyanúgy? Vagy igen. Volt egy-két napig egy ilyen lézengés, vagy egy rossz érzés, hogy valami, amit te megéltél, amire születtél, amit néztél, az nincs tovább? Amire születtél? Hát igazából, hogyha az ember végignézi, és ugye érzékeli, hogy ez 23 év befejezte, és ugye a készítők is odaírták a végére, hogy köszönik a figyelmet, úgy azért eléggé megérinti szerintem az embert, aki nézte. Mégiscsak egy úgymond ikonikus sorozat Magyarországon, ráadásul a világ szín meghosszabb sorozatában is benne van, úgyhogy szerintem nekem legalábbis megható volt. De aztán gyorsan megvigasztalt Kassa Tibi a szerencsekerékkel. Figyelj, és tényleg a 10 leghosszabb sorozatban a világon benne van, nincs egy Esmeralda, egy Izaura, egy mit tudom én, egy fatizet sorolott pont. Egy Fatmagűr, egy Szulejmán, tehát hogy ezek egy 23 évig tartó BK bekerül a 10 leghosszabb sorozatba, ezt nem is tudtam. Igen. Még előtte az előtte lévő műsort vezették ugye a színészek, és ők mondták el ott, hogy benne van a 10 leghosszabb sorozatban. Wow. Hmm. Hát akkor neked ez egy korszakos élmény, hogy erre születtél, vagy egyéves voltál. Nekem igen. Járóka, Ovi, családi nagy tévézések, majd pedig a búcsú. Hát ez nagyon, és nagyon van szép. Van helyette valami megnézett felvételről a kormányinfókat? Majd... Egyébként a ruhák hasonlóak. A ruhák, a kosztümök, a sálak, azok 97-es időket idéznek. És itt van, nézzük egyébként igen. Most a jelenet most, nálunk, most megy nálunk, a Berényi Mikis jelenet pont most megy nálunk. Igen, de ez túl tiszta egy kórházi szobához, de igen, egyébként. Figyelj, mit akartál mondani, hogy van most más, amivel pótolod, Adél? Jaj, nem, csak helyeseltem, amit mondtad. Ja, helyeseltél. Mm-hmm. Jól van, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Én köszönöm. Mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz?
Én most egy bankban dolgozom, ezelőtt fejeztem be az egyetemet nemrég. Most fejeztem be az egyetemet. Csoda, hogy volt rá idő. Ennyi békán már érzem. Nézel valamilyen sorozatot egyébként? Netflixen, HBO-n, valamilyen stream szolgáltatón van valami kedvenc? Igen, igen, hát van egy 1000 éves szintén kedvenc hosszú sorozatom, inkább egy anime, a Naruto. Ez még annó, mikor kicsi voltam, Netflixen. Aha. Naruto. Igen. Igen. Picit más. Más jelenleg. De egyébként igen, nézek a Netflixen szoktam. Igen, picit bíztunk benne, hogy a dinasztit kezded el nézni. Igen, vagy. Igen. Most felfedezted a Guldenburgok örökséget, és igen, legalább olyan. Igen. Kapitány. Adél, köszi, hogy elmondtad, segítettél nekünk helyre tenni, tök jó volt. Köszönjük szépen, puszi. Nagyon szívesen. Sziasztok. Ciao, ciao. Állítólag írják, hogy lesz a békának spin-offja, most kell fogják az elvtársak között. Igen, hogy jutottunk el idáig? A vállalkozó lét. Vili bácsi fiatal besúgóként dolgozik, még egyébként 3x3-asként a 70-es években. Vili bácsi egy másik spin-offban is fog szerepelni, korábban volt tekintet, ennek a címe a honfoglaló. Igen, Franco Nero egyébként mellékszerepben szintén feltűnik. Na, itt van Csekkát is fölébresztettük, hát Csekka is itt van velünk. Hello Csekka, jó reggel, ciao. Jó reggel kívánok. Mindenkinek. Közben találtunk egy hallgatót, téged meg felkeltettünk, de köszönjük szépen, hogy itt vagy, akkor már megszólaltatunk. Hát először is tényleg. Én annyira élvezem, hogy most aludhatok végre. Végre. Kihasználom az ilyen reggeleket. De nagyon együtt érzünk, mégiscsak havi fix volt. Más betevő után kell nézni. Igen. Mennyit voltál benne? Tónuka. Igen, mennyit voltál? Pont, igen, jó reggelt. Mennyit voltál, Csekka? Mennyit voltál benne te? 13 éve. 13 éve, azt a mindenségit neki. Na, ugye hát mi most láttuk ezt, de hát nyilván ez már egy-két hónapja megtörtént. Nagyon megható a vége, mondjuk egy vége jelenetnél, vagy amikor ezt az egészet ott fölvettétek, ugye úgy hallottuk, láttuk, hogy úgy ért véget, hogy majdnem mindenki ott van a színészek közül. Hát azért ez biztos nem egy könnyű pillanat. Egyáltalán nem, viccet félretéve valóban megható volt, és nem kellettek a műkönnyek, és én szerintem inkább arról volt, hogy mindenkinek egy picit vissza kellett fogni az érzelmeit, hogy azért ne rólunk szóljon, és ne vigyen el a löcsös indulat. Hm. Persze, hogy megható. Olyan emberi kötődések alakultak ki. Hát ez már olyan, mint egy ilyen színházi társulat, amikor így feloszlik, nem? Hogy évtizedekig együtt öltözés, röhögés, hát azért ez egy nagy család tulajdonképpen tényleg. Nézzétek, mi többet voltunk együtt, mint a saját családtagjainkkal. Én az elmúlt 13 évben több időt töltöttem a Tihanyító Csabával, mint a saját szerelmemmel. Jézus, Atya úristen! Ez a már egy legdermesztőbb mondata. Atya úristen, én meg... Igen, le a kalap. Le a kalappal, Csekka. Sok rejtvény, sok kereszt rejtvény a segít éppen tartani. Pedig reggel az éghajlatváltozásról is beszéltünk, de ez még durvább. Igen. És téged hogy zártak le, vagy mi volt a, volt neked is egy ilyen kicsi mini mikroszálas történet lezárásod, mert úgy tudjuk, hogy így szépen minden szálat elvarnak tulajdonképpen. Így van, és én nagyon örülök, hogy tulajdonképpen a mi szálunk nem ez a tipikus kibékültek, és aztán happy end vége lehet, hanem új lehetőséget adtak maguknak ezek a kis karakterek. Úgyhogy én azóta ki is vagyok borulva, mert nem tudom Gizivel mi van, és hogy érzi magát Londonba, most röghettek, de tényleg így érzem magam egy picit, hogy elengedtem valakit, kivel 13 éve együtt vagyok, többet, mint magammal, és egy kicsit úgy kíváncsi lennék, hogy most mi van vele, hogy érzi magát Londonban. De hogy ti elment Londonban, Laci megment, ugye, Vegasba. Nem, Monori erdő. Nem, Vegasba ment. Vegas, mit ott keresem? Bolyong, szegény valamelyet. Az ő karakterét egy komolyabb provident hitelt felrak a 13-asra, nem jön és az vége az egésznek. Figyelj, és a te karaktered hiányzik? Tehát ilyenkor, amikor, ahogy te mondod, eltűnik valami 13 évből, akkor te tényleg kicsit azon gondolkozol, ami nekünk mi nem vagyunk színészek, de egy skizoid helyzet, de közben baromi érdekel. Hogy a te karaktered hogy van Londonban, vagy mit csinálhat? Tehát eltűnik belőled valami? Ez pontosan így, ahogy mondom, komolyan. Tudom, hogy egy kicsit skizoid állapot, de nagyon-nagyon megszerettem a Gizit, és 13 évig vele éltem, és bevallom nektek őszintén, azért nagyon sok olyan pici, apró emberi dolog van, amit a hétköznapokban annyira nem vállalunk föl, mert hát azért ugye viselkedünk, meg illik viselkedni, de a Gizibe belerakhattam minden olyan kíváncsiságom, a cserfességemet, vagy bármit, ami egyébként a hétköznapokban nem fér bele, hogy egy picit úgy kiélhettem magam. Talán ez a titok nyitja, nem tudom. Most még én is próbálom magamnak megfogalmazni, miért hiányzik ennyit. Hát figyelj, az nézd a jó oldalát, most végre elkezdhetsz normálisan öltözködni. Igen.
Szerintem a legpronyobb módon szegény Gizi töltöztetik. Hát így, de mert a Gizinek ez volt a karaktere, persze. Ez, és én 13 évig így jöttem, és egy picit magamra is húztam a karaktert. Na jó, nem így öltözködtem, de az való igaz, hogy bocsánat, de most ébredtem. Attól a naptól fogva, hogy én kiléptem az RTL stúdiójából, én azóta csak fogyok, és úgy érzem, hogy egy picit visszanyertem a régi önmagad. Az ön, de amikor valami kiköltözik az emberből, igen, nem? Hogy úgy a karakteredet leteszed, akkor leteszed az ő egész lényét tulajdonképpen. Hát ezért nagy színészek is ezért őrülnek bele egy-egy szerepbe. Hát hallottunk már nagy alakításokat, tehát nagy karaktereket, hogy tönkre mentek a forgatásod, annyira megviseli őket az a karakter, amiben. Igen, szóval ha látok bolyongani valahol a városban, vagy a erdőbe, akkor csak meg az oka. De majd képzeld, ha majd egyszer kimész Londonba, és hárman a nyakadba borulnak, hogy Kézi! Hogy megy a londoni sarcot, Kézi! Mit csinálsz, takarítasz? Nem, Jacka vagyok, és csak kirándulok, ugye? Hogy azért lesz egy ilyen is. Na jól van, hát nagyon örülünk, hogy beszéltünk. Bocsánat, hogy fölébresztettünk ilyen váratlanul, jaj, nem szoktunk, de köszönjük, hogy kisegítettél bennünket. Nem álmodtam. Mivel pótolja ezt ilyenkor az ember? Sporttal, egyéb munkákkal? Lehet egy ilyen űrt betölteni ilyenkor hirtelen? Hogy ne lehetne, hogy annyi minden van még. Munkák és civil dolgok, tehát nekem annyi elmaradásom volt, de annyi. És most azért élvezem, hogy utolérem magam szép lassan. Ahogy szokták mondani, az ember így visszaköltözik a saját életébe egy kicsit, igen. Pontosan, a párom is úgy érzi, hogy kicsit visszakapott, és hát nem mellesleg új munkákat is már. Nem látja a párod. Csáka, nagyon köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra, és gratulálunk. Azért ez egy nagyon nagy történet az egész stábnak, mindenkinek. Azért ez egy hosszú menetelés volt. Én a stábnak gratulálnék leginkább, mert azért nem tudom, hogy azt ki tudjátok-e, hogy a világ, tehát világviszonylatban napi sorozat szinten a negyedik helyen áll ez a sorozat. Azért ez nagyon nagy dolog. Hosszúságában? Igen. Igen, hogy milyen sokáig ment, hány évig. Igen, most hallottuk, hogy az első 10-ben benne volt a negyediket, azt nem is tudtuk. Azért az nagyon durva. Tényleg nagyon durva. Így van. Csak le akarokkal mindenki először. Nagyon szépen köszönjük. Puszilunk. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Aztán hát akkor ezt is megtudtuk, hogy a 10-ben benne van, és a negyedik leghosszabb. Hát azért az... 13 év Novák Laci. Ne, halak, és én még néha sajnálom magam veletek, hogy miatta. Ott azért szeded a Milgammát, hogy ne érüljél a illatban. Na, állandóan piros pecsétit játszani Vili bácsi, valaki mindig tapper. Hát igen, és azért rájszínésznek ez egyébként fő megjelentés. Hát persze. Ebben is nehéz dolog, hogy azért ez egzisztenciálisan napi pénz, gyerekek, napi pénz ez egy komoly történet. Na jól van, gyerekek. Úgy vagyunk, mint a Truman Show-ba. Ez is meg volt, kapcsolunk egyet, és megyünk tovább. Nem? Igen. Így van. Ennyi. Egy ideig még keresed a kedvenc műsorodat. Valójában velünk sem történne ez máshogy. Kettő napig hallgatod a sistergést, majd utána beraksz valami zenét, és azt mondod, hogy de jó volt, megtörtént, vége van. Hát minden így múlik el. Jó, de hál' Istennek van, házasodik a gazda. Követed az eseményeket? Igen. Akarsz róla beszélni? Nézzük is, rohadtul szórakoztató. Azt se hiszed el, hát ott is van egy két Gizi karakter. Igen. Aha. Igen, de ő hát nem játszott. Hát az erről szól, hát az erről szól. Nagyon vicces, nagyon jó. Na jó van, jövünk mindjárt, itt vagyunk a hírek után. 9 óra van pontosan.